59 csapat mérte össze tudását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatósága, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tűzoltó szövetség és Geszteréd önkormányzata által szervezett megyei tűzoltó versenyen. A geszterédi sporttelepen gyermek, ifjúsági és felnőtt, fiú, illetve lány csapatok mérték össze tudásukat. Többek között volt az oltóvíz szállítására alkalmas kismotor fecskendő szerelés, itt kétszer is próbálkozhattak a versenyzők. Két versenyszámból áll a rendezvény, gyakorlatilag van egy staféta. Ez igazából a tűzoltásnál is előfordul, hiszen szaladni kell a sugárcsővel, szaladni kell a tömlővel, adott esetben át kell mászni valamilyen palánkon, kerítésen. Ez a versenyszámban megjelenik, és maga a szerelés szintén a tűzoltás alkalmával életszerűen ugyanígy előjöhet. Itt ami nagyon fontos, hogy a tűzoltóknak meghatározott időre kell egy versenycélt leküzdeni. Szabolcs megyében 33 tűzoltó egyesület működik, ezek közül van 4 olyan önkéntes csapat, amely hivatásosok nélkül önállóan is elvégezheti a tűzoltási munkálatokat. Az önkéntes csapatoknak kiírt pályázatokra idén 553 egyesület nyert támogatást, közülük 30 a megyéből. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség írta ki, 600 millió forint kerül kiosztásra az önkéntesek közül országosan. Megyében 30 tűzoltóegyesület adott be pályázatot, és mind a 30 sikeresen pályázott, tehát meg fogják tudni a nyár folyamán, illetve kora ősszel a nyert eszközeiket meg fogják tudni kapni, illetve volt olyan is, aki szertár felújításra, bővítésre adott a pályázatot, ők is sikeresek voltak. De tűzoltó technikai kezelői típusvizsga teljesítésére is lehetőség lesz majd az önkénteseknek. A Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 90. évfordulóját ünnepli idén, ezért is volt külön öröm számukra, hogy a településen szervezték a helyi versenyt. Az önkéntesek és a hivatásosok között főleg képzettségbeli különbség van, de egy 40 órás tanfolyammal minimum rendelkeznek, néhányan pedig még egy 640 órás tanfolyamot is teljesítettek.